Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Híradónk után magazinműsorunkat láthatják. Benne elsőként az 5. Tóberfest Nosztalgia Jármű Fesztiválról láthatnak egy összeállítást. Augusztus első napján immár 5. alkalommal telt meg a Torsoki focipálya különböző korú veterán autókkal. Milyen kategóriákban érkeztek járművek? Személyautó, motor, traktor, illetve egyéb kategória, amelyben általában keleti teherautók voltak. Melyik autó számít veteránnak, milyen idős autóval, milyen idős járművel lehetett nevezni erre a mostani fesztiválra? Igazából azért hívjuk ezt Nosztalgia Jármű Fesztiválnak, mert soha nem az a cél ebben a családias környezetben, hogy valóban csak kizárólag veteránok jöjjenek, hanem sok esetben inkább az, hogy azok az emberek, akik ezeket a keleti-nyugati járműveket hajlandóak megőrizni az utókor számára, azok jöjjenek össze, mutassák meg. Tehát én azt gondolom, hogy körülbelül egy olyan 25 éves kortól már jöhettek a kiállítók, és voltak is 25-től mondjuk 70 éves járműig. Mi volt a legérdekesebb? Hát egy Citroen volt a legérdekesebb, ha jól emlékszem, akkor ő lett az első helyezett. Nagyon-nagyon szép kidolgozása volt, de nagyon nehéz volt a zsűri dolga, mert azért azt láttuk, hogy mindenki igényesen odafigyelt, még egy a keleti blokkban létező mondjuk a Ladára, akit nem akarok megbánni, megbántani, mert nagyon szeretem, imádom tényleg, és hát ő az orosz Mercedes, és a Lada is, a Zsiguli, és olyan kidolgozásúak voltak, hogy mindannyian csak csodáltuk. Remélem, hogy ezt észrevették a látogatók is. Honnan lehet beszerezni ezekhez a régi járművekhez különböző alkatrészeket, hiszen ugye a legtöbbet már nem is gyártják, csak esetleg nagyon-nagyon ritka, hogyha eredeti alkatrészeket lehet megszerezni. Hát ez egy érdekes dolog, mert a mostani autók alkatrész beszerzésében elég jártas vagyok, ellenben a veteránokéban kevésbé, de ettől függetlenül még mindig lehet gyári megrendeléseket leadni, akár keleti, akár nyugati blokkba, úgyhogy be lehet szerezni a gyártól még a mai napig. Ha nagyon-nagyon nincsen, akkor talán le is gyártják, hát nyilván annak megvan az ára, de azt gondolom, hogy úgy egy igazi a jármű, hogyha arra korrektül odafigyelnek, és nem mindenféle más dolgokat tesznek fel, ami nem odavaló, és ez meg is látszott egyébként a gondos gazdákon. Mit jelent, mitől lesz eredeti, mitől lesz hamisíthatatlan egy ilyen jármű, ami még a nosztalgiai időket idézi? Kétféle módon lehet egy járműt felújítani. Az egyik fajta felújítása ezeknek a járműveknek az csak tényleg felújítás kategóriába megy. Az azt jelenti, hogy dokumentációk nélkül többé-kevésbé eredeti állapotába próbálják hozni. Nem biztos, hogy feltétlenül dokumentumokkal alá tudják támasztani, és utána tudnak járni a dolgnak. Ellenben van egy másik fajta, ez a restaurálás. Abból láttunk itt ebbe a környezetbe többet is. Akkor darabokra szétszedik az autót, eleve a szétszedés is dokumentálják az alkatrészvásárlást. Gyakorlatilag olyan, mintha egy izórendszerbe ezt megcsinálnák, és a végén úgy rakják össze, hogy be tudják bizonyítani, hogy igen, én ezt itt és itt ilyen körülmények között készítettem és vásároltam hozzá az alkatrészeket, és úgy rakták össze. A tulajdonosoknak ez mekkora időigényt jelenthet, mekkora anyagi ráfordítást jelenthet? Lehet egy ilyen tólik határt meghúzni? Tól az 0 forint, vagy költ rá, vagy nem. Van, aki egyébként például azt szeret, hogy eredeti állapotában jeleníti meg a járműt, nyilván akkor is meg kell vásárolni, ha csak nem ő vette eredeti újkorába. Hát a határ a csillagoség. Tehát itt ugye már olyan technológiák vannak, amely esetében például egy festés 1938-ban nem volt még. Ma meg olyan körülményeket teremtenek, hogy az új autókat se fújják le olyanra, mint mondjuk egy ilyen veteránt, azt szokták néha mondani, hogy túl van restaurálva. Tehát nagyon széles a határ, és nem akarunk senkinek a pénztárcájába turkálni, tehát nem akarjuk azt mondani, hogy mikortól, vagy mekkora összegtől meddig, de az biztos, hogy időben nagyon-nagyon sok idő. Tehát ez, amikor az első fesztivál volt, mi első díjként elmentünk a Lévai Sándor barátunkhoz, ő ajánlott fel, hogy látogassuk meg a traktor kiállítását, és ezt így lehetett nagyon jól jellemezni, Sándor mondta, ha idézhetem őt, megérkeztünk az ő udvarába, 95 darab traktorja van, és úgy várt bennünket, hogy gyertek barátaim, megmutatom nektek a gyűjteményemet, és meg fogjátok látni a betegség mértékét. Nem én akartam ezt mondani, ő, mint veterán gyűjtő mondta ezt, hogy bizonyos szempontból ez egy betegség, tehát ez már túlmutat azon, hogy valaki hobbiból csinálja, de én nagyon-nagyon díjazom ezt a dolgot, és nagy tisztelőjük vagyok. És nagyon sokan örültek ennek, nagyon sok látogatója volt ennek a mai napnak, hiszen most is a sátor tele van érdeklődőkkel, mindenfelé látunk sétáló családokat, gyerekeket, felnőtteket, szülőket. Hányan jöttek el? Igazából én még magam nem jártam utána, szerintem 2 és 3 ezer ember között volt a látogatók, a kiállítók, a szponzorok és a dolgozók létszáma együttesen. Mi mindent lehetett látni még itt a veterán járművek mellett, és mi mindennel lehetett megelőtni az időt?
Hát a Tósok Berendezési Egyesület az egy közhasznú szervezet. Tehát mi a feladatunk az, hogy Tósok Berendezést és a környezetét szórakoztassuk, programokat szervezünk, azt gondolom, hogy ebben nem vagyunk hiány egész évben sem. Itt a fesztiválon gyakorlatilag a járműveken kívül kezdődött azzal, hogy akik gyermekek nem szeretik sokáig nézni a járműveket, színpadon és színpadon kívüli programokkal szórakozhattak. A szokásos kisvonatunk, veteránbuszunk megint volt óriási sikerrel, volt egy mini vidám parkunk céllövöldével, továbbá a színpadon is szórakozhattak különböző előadásokon, úgyhogy azt gondolom, hogy az egyesületnek az önkéntes dolgozói megint kitettek magukért, amit nagyon szépen köszönök ezután nekik. És sztár vendég is érkezett ide a Tósok Berendi focipályára. Ajkán már voltak itt többször is, de most Tósok Berenden először. Így van, hát ők a 100 fok Celsius, nagyon-nagyon sokan ezen nőttünk fel. Volt egy szándékos, tipikus kérésünk is, ami a mai napra szólt, hogy játsszák már el nekünk a Jó Öreg Gépem című nótát, de a litvai Imi a vezetőjük, aki nagyon jó barátom, azt mondta, hogy Tomikám, ez egy kicsit sokba fog nektek kerülni. Persze viccből mondta, de szeretettel teljesítették, azon már túl vagyunk. Szeretjük, imádjuk, látom a boldog arcokat, úgyhogy azt gondolom, ez mindent elmond az együttesről. Minden álom, olyan ez a hely, hatalmas hegyekből gyors folyók indulnak el. Az éjjel elsőt, de vár a szülői ház, a gyermekkorom is visszatért, újra élem a sok csodát. Országok, vigyél haza! A zenekar jövőre lesz 40 éves. Terveznek-e valamiféle koncertet, születésnapot, hogy megünnepeljék saját magukat, és megünnepeljék a közönséget, akik kitartóan 40 éve hallgatják a zenekart? Gondoltunk arra, hogy volt egyszer egy Sztárok 100 Folkon című műsor, amit talán háromszor adtunk elő, ami úgy nézett ki, hogy mi egyetlen dalt se játszottunk, vagy énekeltünk el, hanem a Magyarország sztárjai, tehát a Zorántól a Rózsiig, a Freyreztől a Lerpistig, a Tolcsvaitól a Csepregéváig, remélem nem hagyok ki senkit, azokének megtanulták a dalainkat, és azokének elték, mert csak kísértük, és ez egy nagyon érdekes színfolt volt, csak abban az időben még ja, és a Szilágyi Jancsi énekelt egy nótát, a Dr. Veres Pál, aki már nincs közöttünk, Vágó Pista. Tehát úgy állítottuk össze, hogy ezek mind rendesen megtanulták a dalokat, és élőben eljátszottuk, és valami ilyesmit képzelünk el, de hát ez írdatlan sok egyeztetéssel jár, és hát írdatlan sok munkával. Úgyhogy én benne lennék, remélem, hogy a többiek is benne lesznek, és remélem, hogy a vendégek is, mert most Zamárdiba játszottunk, a Lerpisti is följött a színpadra, a Kisberkes is följött, a Benkő Laci is följött, és hát ezek nem ilyen spontán dolgok, hogy most majd csak játszom valamit, hanem ez rendesen meg van komponálva, és ez sok időbe telik, hogy a közönség ne érezze azt, hogy itt egy spontán dolog történt, hanem egy profizmus van a színpadon. És hát ezt szeretnénk megcsinálni, de hát ez nem tudom, még írdatlan nagy munka. Hát rengeteg pénz. Reméljük, hogy lesz majd rá alkalom. Árulj el azt a titkot, hogy hogyan lehetett ezt az együttest, ugye kisebb-nagyobb tagcserék azért voltak benne, de hogyan lehetett a 100 fok Celsius 40 évig egyben tartani, és azt megoldani, hogy még most is örömmel, mosolyogva, lelkesen muzsikáljanak a színpadon? Hát a tagcserék azok, egy tagcsere volt csak, ketten meghaltak a zenekarban, tehát tagcsere igazából nem volt, mert a zenekar gerince az ugyanúgy megvan, mint régen. Mindenki ismeri a másiknak a bogarait. Maximális lojalitás és tolerancia, ez a titok nyitja, meg a humorérzék. Meddig muzsikálnak még? Hát holnap még biztos. Meddig fog tartani a mai nap? A mai nap 11:30-ig fog tartani, a 100 fok Celsius koncertje után lesz egy másik zenekar, ő a Beatbulls, és a Beatbulls 9:30-től 11:30-ig fog zenélni. Az időket nagyjából tudjuk tartani, 11:30-kor vége lesz a koncertnek, egy kis leeresztés után éjfélkor zárjuk a kaput, és akkor már csak a munka dolgos része van, illetve a fesztivál dolgos része van, vissza le kell bontani mindent. Hány ember segítkezett abban, hogy ez a mai nap lezajlódjon, hogy gördülékenyen menjen minden, és hogy ne legyen semmi probléma?
Hát ahogy minden évben most már ilyen 120 ember segített abban, hogy itt a rendezvény rendesen normál körülményeket családias környezetbe lemenjen, illetve meg kell említenünk, hogy idén 22 vagy 23 diák is segítkezett az önkéntes munkájával, hiszen 2016-tól csak azoknak a érettségét fogadják el, akik 50 munkaórát végeznek önkéntesen, és nagyon-nagyon jó fejek voltak, nagyon jól csinálják a dolgokat, úgyhogy én szeretném megköszönni nekik is, igazán jó volt látni, hogy ilyen szorgalmasak. Te pedig igazi házigazda módjára jártál, keltél itt egész nap, mindenkinehez volt egy-két jó szavad, és gondolom, hogy nagyon sokan elmondták a véleményüket, hogy hogy érzik magukat, mik a visszajelzések, mik jutottak eddig a füledbe. Nagy összességében azt gondolom, mindenki elégedett, aranyosak voltak, jókedvűek, és szerintem egy ilyen társaság, mint a Torsók Berindért Egyesület egy nyugodt körülményt tud teremteni, és ez egy fesztivál életében jó, hiszen mindenki megtalálja maga szórakozását. Nyilván vannak hiányosságok, de általában ez nem a látogatók szempontjából látszik, hanem szervezők szempontjából. Mint minden fesztivál után, ezután is levonjuk a következtetéseket, és igyekszünk jövőre másképp csinálni. Jövőre sem lesz tökéletes, jövőre majd más problémák lesznek. Állunk elébe! Come on.